5, 4, 3, 2, 1, rajt! Hajrá! Így indul egy tájékozódási futóverseny. Karcagon a közelmúltban sok ilyen rajt volt már, hiszen az 1960-ban alapított Vörös Meteorban megalakult az a tájfutó szakosztály, amely sok helyi, akkor még fiatal számára tette lehetővé a sportolást. Ez majdnem, hogy tényleg olyan körülmények között kerül megrendezésre, mint körülbelül 60 évvel ezelőtt, csak éppen a zsírkrétát már kiváltottuk szúró bélyegzővel, de még a régi versenyzők emlékezhetnek a régi rajtkapura, célkapura. Ezek még azt az időt idézik. Majdnem ősi, de roppant tényszerű megállapítás, hogy a láb mindig kéznél van. Vagyis az erdei futáshoz tényleg nem kell sok, csak némi akaraterő és egy jó cipő. Egymás mellett futottunk, tudtuk az eredményeket, és utána pedig edzőként nyilván voltak olyan versenyzők is, akik a kezem alatt nőttek föl, értek el eredményeket, és hát folytatódott a tájfutó szakosztálynak az a felemelkedése, amit aztán Rózsikának és Kálmánnak köszönhetünk. Nagyon szép eredmények születtek abban az időben. De ami a legfontosabb, és én azt gondolom, hogy ezt kell kiemelni ezen a mai rendezvényen is, hogy soha nem az eredmények, a nagy eredmények elérése volt a cél, hanem az, hogy mindenki szeresse a természetet, szeressen együtt lenni, közösségben lenni, szeresse azt a mozgást, amit a mindennapok során az egymásnak adott örömök okoznak. Ilyen úttalan utakon, ilyen gyönyörű természetben, hiszen az őszi erdőnél, főleg ha ilyen tavaszi idő van, akkor talán nincs is szebb. A tájékozódási futás vagy tájfutás annyival több, mint az egyszerű futás, hogy itt a versenyző három elengedhetetlen tárgyat is magával visz. Az egyik a tájoló, amelynek segítségével tudja elhelyezni saját magát a térképen. A másik a térkép, ez mutatja meg, hol vannak kihelyezve a búják, valamint az ellenőrző papíros, amelyet minden bújánál le kell bélyegezni. Ez egy többnapos előkészület eredménye, amit itt már most lehet látni. Van egy 1050 méter hosszú légvonalban mért távolságról beszélünk. Ilyen kis pálya, amit kialakítottunk, 9 ellenőrző bója van elhelyezve a terepen. A térképen ezeknek a helye körrel jelölve, ezt kell a versenyzőknek megkeresni a valóságban. Kapnak hozzá egy térképet, amin az ellenőrző pontok helye bejelölve, az ellenőrző pontokon egy úgynevezett szúróbélyegző található, ezzel lyukasztanak a térképre, ezzel igazolják, hogy igen, valóban jártak ott azon a helyen. Aki először vág neki az erdőnek, annak bizony okozhat meglepetést a terep, de az sem mehet biztosra, aki több évtizedes tájfutó rutinnal bír, nincs két egyformán kitűzött pálya. Ennél fogva nem létezhet két ugyanolyan verseny sem. Remélem, hogy a Vörös Meteor, ami egy hullócsillagnak is mondhatnánk, tehát ma nem hullócsillagok leszünk itt, akik rajthoz állunk, hanem a Rózsikáik jó voltából visszafiatalodhatunk abba a korba, amikor jó 3-4-5 évtizeddel ezelőtt mi is űztük, és aki azóta is űzi a sportot, a tájfutás szépségének hódol, Kálmán is és Rózsika is, hát nagyon büszkék vagyunk rátok, hogy országos versenyeket nyertek még ma is, és ez nem csak a korosztályban, hanem számunkra is egy jelző oszlopként mutatja, hogy egyrészt az aktív, másrészt az egészséges életmód felé merre is vezet az út, és látva benneteket, ti igazoljátok vissza azt, hogy szellemileg is az ember sokkal fittebb és fiatalabb, hogyha sporttól megadja a módját. Ha ideje van rá, akkor meg is kell tennie saját magáért sporttól, az ember nem másért, ezt kifejezetten magunknak köszönhetjük, hogyha ebből eredmények vannak. És bár a retro vagy emlékfutó versenynek is volt hivatalos végeredménye, ez a korábban elhangzottakat alátámasztva nem feltétlenül volt fontos. A fontos az volt, hogy sokan vágtak neki a ligetnek, találták meg a bújákat, mozogtak, egy jó ízűt, és bár a téli időszámítás idején korán sötétedik, senki sem tévedt el menthetetlenül a kis erdőben.